a fényt azokért, akik nincsenek. Kik ők álmainkban megölelünk, gyere gyújtsd meg a fényt, hogy az fébe felír nevüket. Azokért, akiket mi szeretünk, gyere gyújtsd, gyere gyújtsd, gyere gyújtsd. Meg 50-től a lányoknak. Gyere gyújtsd meg a fényt, sose félj, gyere égjen a láng azokért, akik még mi lehetünk. Gyere gyújtsd, gyere szikrázzon értünk. Gyerekek, menjünk és hallgassunk meg, hogy mit műveltetek, jó? Egy olyan karácsony következik, amire senki nem számított, senki nem várt ilyen nehéz időt, akkor is valószínűleg nagyon sokan fognak távol tartózkodni azoktól karácsony este is akár, akiket nagyon szeretnek. Akkor elfogy a szó is a szent estén. Azt gondoltuk Lacival, hogy írunk egy dalt, amit talán egy kicsit segít érzelmileg feldolgozni ezt az időszakot. Igaz, hogy az elejétől legyen egy kis hit és fény benne. Látod a távolból. Megörültem, tehát mondtam is neked, hogy valahogy ez most nagyon jó nekem, hogy van egy ilyen feladat, és akkor kirángat abból a nem túl alkotóbarát hangulatból, amit a Covid okozott. Vagy ül a fákon, a kalács kisül újra, de görbül a szár. A kábet most gyöbölöm. Nem ül itt, akivel meg ezért, hogy... Sokat gondolkodtunk, hogy kikének eljek el ezt a dalt, és úgy döntöttünk, hogy azokat hívjuk, akik valamiért közel állnak hozzánk, és olyan remek énekesnőket hívtunk, akiket hol a Laci ismert, hol én, mind a ketten hívtunk ismerősöket. Fiatalok és tehetségesek és vagányak is. Gyere szórni a csillagokat, a sötétbe a fény, mi legyünk, ameddig itt a helyünk. Gyere gyújtsd meg a fény, sose fény, gyere égjen a láng azokért, akik még mi lehetünk. Kifejezetten megörültem, mert úgy éreztem, hogy most egy olyan paszba vagyok, hogy egy ilyen feladat az engem inspirál, sarkal, feldob, és tényleg nagyon gyorsan megszületett a dal valahogy. Az ember néha egy ilyen dalt az magának is ír abban az értelemben, hogy a legjobb egy ilyen dalt írni, a legjobb részt venni valamiben, ami alatt úgy érzi az ember, hogy nem hiába telik az életének az ideje, hanem hogy valami olyasmi vesz részt, ami fontos, vagy fontos lesz nekünk is, meg reméljük, hogy másoknak is. Az énekesek Lengyel Johanna, Wunderlich József, ők éneklik a szólót, Péter Filili, Kanizsa Georgina, Zabos Regina, Nagy Brigi, Nagy Betti, Ember Már, Csibi Gergő, Brass Bence, Kovács Olivér, Medvecki Balázs, Szántó Balázs, Horváth Szintia. A legszívesebben a keblemre ölelnélek benneteket, tehát keblünkre ölelhetünk egy rendes mérdés. Gyere gyújtson fény, a sötétbe a fény. Hát, most egy késtél egy kicsit, nem tudjuk. Józsi, Jóhi, Öcsi, Laci, Peti. Ez ma nagyon a szádra jár, Lacikám, ez az etalon. Nekem egy önterápia volt, szóval nekem nagyon jól esett ezt megírni, ezt a dalt, és valóban, ahogy a Péter is mondta, ez egy veszélyes játék karácsonyi dalt írni. Az a tapasztalatom, hogy Magyarországon egy kicsit kínos vagy ciki néha lelkesedni, néha olyan zenével vagy dallal előjönni, ami egy közösségi érzésről szól, ami valóban megpróbálja felemelni az embereket. Én gondolkodtam ezen, az én dalaim, sikeres dalaim többsége, az tulajdonképpen mind lírai, mondhatnám azt is, hogy szentimentális, balladák. A sötétbe a fény. Hát azt gondolom, hogy
az a dal jó, ami minél több embert megtalál, minél több embernek mond valamit, minél több emberhez szól. Ez egy ilyen műfaj. Ha nem így van, akkor nem találtuk el, akkor nem jól csináltuk. Csukódik az éjszaka, késő már.